Az autósport és az ízek szerelmeseit várja Kalocsa a június utolsó hetében, amikor egy hosszú hétvége keretein belül lehetőségük lesz az embereknek offroad és food truck csodákkal is megismerkednie. Huszár Gábor, a Terepjárós Egyesület Kalocsa elnöke elmondta, több kategóriában mérik össze tudásukat a terepjáró sportimádói, akiknek különféle nehézségű pályákat kell teljesíteniük. 5 szakaszból áll egy verseny, 2 éjszaka kell teljesíteni, 3 nappal. Este 9 órakor elrajtolunk, akkor megkezdik az első szakaszt, végeztek, akkor átmennek a második szakaszba, és akkor nappal ugyanez van, csak ott egyel több szakaszt kell teljesíteniük. Vad Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, hogy a gasztronómia minden területéről vonultatnak felételeket, a mexikói ízektől kezdve a belga krumplin át egészen a gesztenye ízű sörig. Amiért jó, hogy nem egy séfnek az ízeit esszük, hanem ha itt 13 autó lesz, akkor az 13 különböző séf, 13 különböző termékkör, 13 különböző ízvilág, amit nagyjából úgy él meg az ember, hogy általában körbe rakjuk őket, ott leülsz középen a kedveseddel, és akkor így nézed az étlapot. Mint egy vendéglőben, csak itt totál más dolgokat találsz, és ugyanúgy megtalálja a kedvesed, ugyanúgy megtalálod te, a sört iszol, ő fröccset iszik, te hamburgert teszel, ő salátát eszik. Zsikó Zoltán, a Kalocsa Innovációs és Közművelődési Központ Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója szerint mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Természetesen az étel különlegességek és az ital különlegességek mellé mi kísérő programokat is terveztünk. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy minden este koncertek lesznek helyi és környékbeli ismert és elismert zenekaroknak a közreműködésével. Délelőttönként a gyermekeknek szervezünk programokat, és mindemellett a helyszínen lesz egy nagyszabású vidámpark, amit tudnak majd használni. A fesztivál helyszíne a Kalocsai Érsekkert, ahova a belépés díjtalan.